Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Honnan Tudjam című műsor a hatos csatornán. Ahogy azt önök megszokhatták, műsorvezető társam dr. Kiss Tamás ügyvédül mellettem. És a mai témánk, bár ezügyben már beszélgettünk önökkel is és meghívott szakértőinkkel, szerintem nem tudjuk eléggé sok irányból megközelíteni ezt a témát, tekintettel arra, hogy nagyon sokakat érint ugye a svájci fran alapú hitel és az ezzel kapcsolatos végrehajtási eljárás. Úgyhogy erre fókuszálva ma ismét végrehajtásról lesz szó. És mai szakértőnket szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, dr. Koncz Nikolett jogászt, aki egyébként a Szuper Ügyvédi Irodában dolgozik. Elsőként szerintem közelítsük meg onnan a kérdést, hogy amikor a bírósági végrehajtó kiköt hozzánk, akkor többféle módon jut el egyáltalán hozzá az a felkérés vagy határozat, ami alapján ő a végrehajtást elindítja. Mik ezek a lehetőségek? Így van, a végrehajtó egyébként nem magától indítja, hanem kérelemre a végrehajtás kérő által. Több indokból indulhat el a végrehajtó, és lehet kérni végrehajtást. Egyrészt, amikor például tegyük fel, és manapság leginkább ez az, amiről szó van, hogy a deviza hiteleseknél, leginkább a jelzálók hiteleknél, ahol az ingatlan be van terhelve, és az állók kötelezett a bank, ott a szerződéskötéskor egy közjegyzői szerződés köttetik, ami már automatikusan ráraknak egy végrehajtási záradékot. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ugye a végrehajtás fogalmával talán a nézők úgy vannak tisztában, hogy van egy bírósági tárgyalás, annak kapcsán születik egy ítélet, és azt, hogyha a szerencsétlen, akit sújtja az ítélet, nem tartja be, akkor jön a végrehajtó. De itt nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy amikor felveszi a hitelt, akkor közjegyző előtt egy olyan nyilatkozatot ír alá, hogyha nem teljesít időben, akkor el is indulhat egyből a végrehajtási eljárás, ugye? Hadd egészítsen, nem, szerintem nem ez így van. Ez az egyik esete. Így van, ez de általában egyik, ugye, de... hogyha mondjuk nem közjegyzőnél, ügyvédnél is köttethetik egy szerződés, ami alapján a földhivatal bejegyzi mondjuk az elidegenítési és terhelési tilalmat, amennyiben a jelzálog jogosultja úgy érzi, vagy hát úgy tapasztalja, hogy maga a jelzálog kötelezett, nem fizet, akkor indíthat lépéseket, hogy a jogos igényének érvényt szerezzen. Tehát nem feltétlen kell itt bírósági eljárás. Nem, vagy... nem. Éppen amit az előbb is mondtam, ott, amikor aláírják a banknál a szerződést, vagy tegyük fel egy sima két magánszemély közötti szerződés, elviszik a közjegyzőhöz, ő már automatikusan közjegyzői végrehajtási záradékkal fogja ellátni. Így automatikusan lehet kérni a végrehajtási lapnak a kibocsátását, amire a végrehajtó jogosult, azonban vannak olyanok, amikor meg kell előzni egy bírósági végrehajtásnak, tehát egy bírósági ítéletnek. Tehát végrehajtani olyan dolgot lehet, vagy amin záradék van, vagy pedig amin egy jogerős bírósági döntés. Hát egy közjegyző, vagy pedig a bírósági ítélet. Így van, pontosan. Illetőleg a harmadik eset, amikor egy nem peres eljárás az elején, hogyha a közjegyzőhöz például a hitelező esetleg egy fizetési meghagyást kérvényez, hogy bocsásson ki az illetékes közjegyző, ő kibocsátja a fizetési meghagyást, és hogyha az ellen nem élnek ellentmondásra, akkor az szintén végrehajthatóvá válik, hogyha letelik az a bizonyos határidő. Ez leginkább egyébként itt a hitelekkel kapcsolatosan inkább, és leginkább a deviza hitelekkel kapcsolatosan az autóhitelek, illetve a személyi kölcsönök, ami csak egy sima szerződés, és nem köttetik, tehát nincsen záradék rajta, hanem a közjegyző előtt. A fizetési meghagyásra egyébként már volt egy külön műsor, tehát a nézők, hogyha megkeresik akár akkor feltöltve, akkor láthatják azt, hogy tulajdonképpen tárgyalás kezdődik ellentmondás esetén, ellentmondás nélkül pedig ez történik. Pontosan. Amit Nikolett itt most elmond nekünk, vagy elmondott nekünk, amit elmondani szeretnék, hogy akkor most az a státusz van, hogy van egy felkérés a végrehajtó felé,
Ugye, tehát ezt tisztáztuk, hogy maga a végrehajtási eljárás enélkül nem indítható. Tehát nem automatikus. Igen, most, hogy ezt minek hívjuk, vagy milyen processzus előzte meg, az lényegtelen is. Mit csinál ekkor a végrehajtó? A végrehajtó kiállít egy végrehajtási lapot, természetesen csak akkor lehet a végrehajtási törvény szabályozza. A végrehajtási törvény előírja, hogy ilyen lapot csak akkor lehet kibocsátani, hogyha az adósnak a neve, születési hely, ideje, anyja neve szerepel, illetve a követelt összeg, hogy mennyi az, amire a végrehajtást kérik. Ilyen. De egyéb indok nincs, tehát nem szükséges, nem részletezi nem, az esetet. Mivel már megelőzte akár egy bírósági ítélet, akár egy fizetési meghagyás. Ez mondjuk olyan szempontból amiből lehet. Amiből az adós tudja, hogy igen. Miért is. Igen, igen. Ez olyan szempontból lehet érdekes, hogyha valaki megkap egy ilyen lapot, és tanulmányozza, akkor van lehetősége végrehajtási kifogással így, élni. Így van. És hát ezt ugye a nézők nem baj, hogyha tudják, hogy mik azok a lehetőségek, amelyek alapján gyakorlatilag a végrehajtási eljárásba beleköthet, vagy megakadályozhatja. A végrehajtási lapot, hogyha megkapja az adós, abban az esetben 15 napon belül lehet kifogást előterjeszteni. Ez ugye jól tudom, akkor viszont ajánlott értévevényesen kell, hogy megküldésre kerüljön a végrehajtási lap. Igen, így igen, van igen. Pontosan, mert ugye onnan számítódik a 15 napos határidő, tehát onnan tudja a végrehajtó. Azért a nézők tudják, hogy ezt nem postaládába szokták csak úgy beledobni. Hanem ennek megvan a módja, hogy a kézbesítési vélelem úgymond beálljon, és akkor annak... Ezt mondjátok el, hogy ez hogy van pontosan, mert ezt nem mindenki tudja. Hát a kézbesítési vélelem, tehát minden ilyen hivatalos okiratot, illetőleg olyat, ami határidőhöz kötött, azt mindent ajánlottan tétvélvénnyel kell, hiszen a tétvélvénnyel látszódik azt, hogy mikor történt az átvétel. A kézbesítési vélelem az egy olyan megdönthető vélelem, hogy látja, ugye ott van a tétvelvényen alá kell írni, le kell fecsételni, hogy azt ekkor és ekkor átvette, amit a postás majd a végrehajtónak ugye visszaküld, és akkor az alapján látja a határidőt. Abba az esetben, hogyha nem kereste, vagy elköltözött címszóval érkezik vissza, akkor beáll egy úgynevezett, akkor még egyszer megkísérlik a kézbesítés 15 napon belül, és hogyha az is eredménytelenül teldik el, akkor 5 napon belül tulajdonképpen beáll ez a vélelem, tehát úgy tekinti a végrehajtó, hogy azt átvette az adós. De ez hát ugye megdönthető. Városi hírek szerint ez a jogszabály megváltozott, de nem, ez nem igaz. Nem. Tehát nem. Tehát ez akkor két kézbesítés után az a vélelem fennáll, hogy átvette. Így van, ez a polgári perrendtartás okay. Szabályozza. Egyébként, hogyha mert ugye rengeteg ilyen eset volt, tehát nem kell kétségbe esni azért annyira, tehát a határidőket is tudjuk, tehát amikor számoljuk a határidőt, amikor átveszem a tértívevényes ajánlott küldeményt, az a nap ugye nem számít bele a határidőbe, és azt is sokan elfelejtik, vagy nem tudják, hogyha olyan napra esne az a 15 nap, mondjuk ami munkaszüneti nap, vagy mondjuk egy nemzeti ünnep, akkor az azt követő napon jár le. És amikor ezt meg lehet támadni egyébként, mert nagyon sokszor mondjuk valaki ténylegesen nem azon a helyszínen tart, tehát nem azon a helyen tartózkodik, és mondjuk a nagyon idős, szenilis édesanyja, nagymamája veszi át, aki meg nem is továbbítja, hanem csak mondjuk kidobja a kukába. Na ilyenkor mit csinálhat az a úgymond pórulját ember, akinél beáll mondjuk a kézbesítési vélelem? Bírósághoz fordul, illetőleg megkeresi a végrehajtót. Mennyi időig, tehát mennyi az időtartam, ameddig bírósághoz lehet fordulni? Hát általában azért minél hamarabb egyébként, de 15 napon belül. Érdemes, hogy ugye ne ketyegjen akár a késedelmi kamat, illetőleg a tartozás. De hát a maximális időtartam az a 6 hónap. 6 hónap, 6 hónap. Van, a maximális fogva, az 6 hónap. Innentől fogva viszont az jogvesztő határidő, tehát akkor nem lehet csinálni semmit. Jó, tételezzük föl, megkapta a végrehajtótól ezt a végrehajtási lapot. Most vagy elismeri, vagy nem a tartozás, az már itt teljesen mindegy. Ott már elismert tartozásról van szó. Akkor ilyenkor mit javasol, hogy mit kell csinálnia az adósnak? Tételezzük fel, hogy mondjuk nincs, mondjuk a tartozása 170 000 forint, de neki nincsen annyi
pénzek. Érdemes megkeresni a végrehajtót, hogy... Hát az a tapasztalatom, hogy a végrehajtók, ők nem tudnak ebbe segíteni. Tehát a végrehajtó nem fogja azt mondani, hogy jó, rendben, akkor így és úgy fizesse, mivel ugye mindent a hitelező dönt el, aki jogosult a pénzösszegre. De a jogosultat meg tudja keresni egyébként a végrehajtó, és annak van. Beleegyezésével viszont akkor így már van. Lehet akár részletfizetés, tehát önmagában nincs kizárva az, hogy... beleegyezésével kizárólag, de a végrehajtó ő nem dönthet. Megkeresheti, bemehet a végrehajtóhoz, én mondjuk azt ajánlom, hogy személyesen keresse fel, hogy segítenek neki, írnak egy jegyzőkönyvet, és annak alapján pedig azt megküldi a jogosultnak, a hitelezőnek, és ő fog választ adni, hogy... rendben, akkor menjen részletekbe. De például a bankoknál ilyen lehetőség már nem nagyon van, például ugye a devizahiteleseknél. Tehát ott nem nagyon van ilyen lehetőség, mivel végrehajtás az a tapasztalat, hogy a bankok a legutolsó, tehát legutolsó eszköz, amit igénybe vesznek. Többször megkeresik őket, és ha nem megy, akkor végrehajtóhoz küldik. Igen. És a végrehajtó ilyenkor ugye, először, mert ugye a végrehajtás alá vonható vagyontárgyak köre az széles lehet, ingó, ingatlan, jövedelem, követelés, stb. Bármi. Azért... Hát van egy fokozatosság. Jó, várjál, akkor most belevágtál nagyon, mert akkor menjünk kronológiában. Tehát ugye az történik, hogy a végrehajtó nem történik végrehajtási kifogás, és akkor gyakorlatilag... várunk, hogy akkor most mi lesz. Van egy fokozatosság. Tehát lejelentkezik a végrehajtó, hogy jönni fogok november 25-én 8:30-ra, vagy az hogy van? Az akkor... Vagy be kell menni hozzá, tehát, mert nem biztos, hogy a néző tudja, hogy ez a processzus, nem. Hogy kell, hogy bonyolódjék. Nem szükséges bemenni hozzá, a végrehajtó ki fog küldeni egy végrehajtási lapot, azon minden adat rajta van, hogy mennyi a tartozása, a végrehajtónak milyen költségei vannak, ami egyébként még hozzá fog adódni a tartozáshoz, és akkor így egy emelt összegű tartozása keletkezik. Itt a végrehajtó elsődlegesen van egy ilyen fokozatosság a végrehajtási törvény szerint, hogy elsődlegesen a munkabérre, másodlagosan, hogyha az nem vezetett eredményre, akkor az egyéb járandóságokra, ilyen például a családi pótlék, hogyha az sem vezet eredményre, akkor pedig az ingóság, tehát bármilyen felelhető vagyongépjármű. És utána ingatlan is van? És legutolsó sorban ingatlan, de tehát attól függ, milyen tartozás van. Tehát az ingatlan az nem egy ilyen kógen szabály, hogy akkor az ingatlanra mindenképpen, hogyha többi nem lehet végrehajtani? Nincsen olyan, hogy mindenféleképpen az ingatlanra. Mi először minden felelhető vagyontárgyat meg kell keresni, akár tényleg egy autó, aminek ha nem is annyi az értéke, de akkor is, hogyha kevesebb, akkor elmennek a lakóhelyére, amit egyébként megelőzi természetesen egy megkeresés, hogy mikor fognak érkezni, köteles az adós beengedni, hogyha nem engedi be, abban az esetben a végrehajtó rendőrséget is hívhat, ami alapján köteles lesz beengedni. A végrehajtó megnézi azokat a vagyontárgyakat, amikre a végrehajtás rávezetheti. Ez is egy vélelem, hogy elvileg minden, ami ott az ingatlanánt található, az az ő tulajdona. De ugye ebbe lehetnek problémák, mert nagyon sok esetben ugye, ami az érintett ingatlanba található ingóság, az nem feltétlenül mondjuk az adósnak a tulajdona. Természetesen nem kell kétségbe esni, mert ami igazolható módon másnak a tulajdona, az később lefoglalás után is ugye visszakövetelhető. Így van. Én, hogyha jól tudom, akkor ez annyira durva tud lenni az ilyen ingó végrehajtás, hogy... amikor még én tanultam, direkt le is írták, tehát a törvény nagyon strikten fogalmaz, hogy két rend ágynemű, két szék, stb., igen, amit meg kell tartani, egyébként pedig még a falról a képet, a szőnyeget, mindent lehet vinni. Tehát ami megmaradna, az gyakorlatilag éppen, hogy csak arra lehet használni, hogy... mondjuk meg ne fagyjon az ember. Hát van még ehhez olyan szabály is, hogy a villanyt nem szerelheti le, tehát a fűtőberendezés nem szerelheti le, ami a mindennapi életviteléhez
elengedhetetlen. De a legminimum elviheti. Óráját. Óráját. És úgy tudjuk, hogy viszont ami a széfben van bepakolva, ahhoz nem lehet nyúlni. Nem. Ahhoz nem. Vagy ami rajta van éppen. Ami rajta van a széfen? Nem, ő rajta. Ja, ő rajta. Hát nem köteles levet. Tehát, hogyha mondjuk valaki 8-1 millió forintos órát így magára csatol, azt nem jogosult a nem. végrehajtó levenni. Nem. Jó, hát nem tippeket akarunk adni, csak, csak az érdekesség kedvéért. Nem, de hát egy autót azt nyilván nem tud. Nyilván. És most mi van akkor, hogyha mondjuk a munkabéréből tiltják le a tartozását? Ez gondolom a gyakoribb eset. Így van. Mert ugye a munkáltatót el lehet érni, azt kötelezni lehet, stb. Vagy a nyugdíjból. Mi ez a maximum, amit le lehet tiltania? 33%, illetve van egy 50%-os maximum, hogyha több végrehajtás van folyamatban. Tehát a felénél többet nem felénél lehet. Többet mi van nem. akkor, hogyha valaki mondjuk a bíróság tartásdíj fizetésére kötelez? Tételezzünk föl egy esetet, 100 000 forinttal keresete, 30-at megítél a bíróság mondjuk a feleségének, maradt 70 000. Akkor is csak mondjuk a 100 000-nek a maximum még a 50%-et, tehát 50 000-et lehet levonni? Vagy akkor a maradék 70 000-nek a felét kell venni? Nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e, de az, hogy ha már egyszer volt egy letiltás, ami mondjuk igen. a munkáltató kötelessége, hogy átutalja mondjuk a házastárs felé, és akkor marad mondjuk 70 000 forint a 100 000-ből. Igen. Akkor a 70 000-nek kell venni az 50%-át, ugye? Igen. Jó. Tehát attól nem kell tartani, hogy attól függetlenül mondjuk 50 000-et vonnak le a fizetéséből, és 20 marad. Nem. Jó, ez pont. Nem. Jó. Nem. Jó. Akkor még az igényperre egy pillanatra. Tehát azt mondtuk, hogy azt, hogy tisztázzuk, hogyha a végrehajtó lefoglal mondjuk ingóságokat, de egyébként ez kocsinál is előfordulhat. Kocsinál is, igen, ott megkeresik az okmányirodát, és a hatósági. Tehát, hogy mit jelent a néző számára kell. Elmagyarázva, hogy igényper, az mit jelent? Hát tegyük fel, én tárolok mondjuk nálad egy értékes órát, aminek én tudom bizonyítani, hogy az én tulajdonom, csak tegyük fel, kölcsön adtam, vagy ott hagytam, akkor megy hozzád a végrehajtó, elviszi. Jó, hát ezt töröljük, jó? Ezt elképzelést, jó? Jó, akkor teljesen mindegy, valakinél ott hagyok egy értékes órát, megy hozzá a végrehajtó, elviszi, akkor nekem igényem támad, és én peres úton tudom érvényesíteni azt, hogy igenis az az enyém, és vegyék le róla a foglalást. Tehát, hogyha a harmadik személy igazolja, hogy az az ő így tulajdona, van, így van. Akkor ez is egy ilyen megdöntető vélem. Tehát ott elég, hogy szóban mondja például, akinél végrehajtanak, hogy hello, ez nem is az én tulajdonom, azt úgy attól még elteszi a végrehajtó, és utána egy perben kell visszavenni, vagy ezt hogy kell gyakorlatban hát elképzelni? Hát először meg kell keresni a végrehajtót, és akkor utána. Mert egyébként, hogyha jól tudom, akkor, hogyha kétséget kizáróan én tudom igazolni, hogy az én tulajdonomban van, akkor a végrehajtónak egyébként kiterjed a jogköre arra, hogyha ő is megbizonyosodott róla, hogy kétséget kizáróan nem az adós, tehát a kötelezettnek a tulajdonában lévő dolgot foglalt le, akkor azt egyébként ő is bírósági eljárás nélkül is visszaadhatja. Visszaadhatja, igen, csak hát eléggé olyan az eset, hogy nem tartom valószínűleg, ha a barátnőmnél ott hagyom az órát, akkor mellékelem hozzá azt a bizonyítékot, hogy az nem az övé. Tehát úgyhogy ezt így nehéz bizonyítani. És hogyha mondjuk tételezzük fel, ugye, van, amire egyébként Enikő is ki akar térni, hogy ha és amennyiben sem a munkabére, sem a... Ja, és ezt tudni kell, ugye, hogy a munkabérében ameddig dolgozni fog, addig vonják, addig, egészen addig, ameddig ugye ki elégítés nem kerül a jogosult. Először a végrehajtót elégítik, így, pontosan, így van, meg a kamatok, stb. Kamat. És utána a tőke. Mi van akkor, hogyha ez nem elég, viszont ingatlan van? Akkor azt ugye árverésen lehet bocsátani, hogy... Először a földhivatalba bejegyzik, és utána ugye az elidegenítés és terhelési tilalmat, és utána lehet árverésre bocsátani. Hányszor kell meg, tehát hogy tudja a néző is, hogy hányszor van
olyan lehetőség, hogy árverésre bocsátják. Háromszor. Háromszor, így van. És akkor gyakorlatilag a végén már korlátlanul lehet értékhatárt levinni, tehát az ingatlannak a úgymond bármennyire el lehet vinni az ingatlant. Nem, van egy, nem. Hát ugye vannak küszöbök is, tehát ugye vannak ezek a licit küszöbök, az alá biztos, hogy nem lehet menni. Ott attól függ, hogy mennyit ér az ingatlan, annak az 1%-a szokott. És aki mondjuk, tehát akinek az ingatlanát, mert van ilyen, hogy gyakorlatilag téglaárban nem venné meg senki, tehát akár még licitáló sincsen. De az is biztos lehet abban, hogy addig, ameddig az ő tulajdonát képez ez az ingatlan, az élete végéig számíthat rá, hogy bármikor meg lehet ismételni ezeket az eljárásokat, uh-huh. és akkor mindig a Damoklész kardja a feje fölött lebeg. Nem? Majd, hogy nem. Igen, és közben rakódik rá a kamat. A kamat, a végrehajtó munkadíja, ami óránként 4000 forint, tehát... Ez egy teljesen... konkrétan meghatározott 4000 forint, tehát ennél az többet, óradíja, kevesebbet igen, nem lehet 4000 forint az óradíja, de ehhez hozzájön a végrehajtónak a jutaléka, a kézkiadás, pontosan, tehát minden költség. Uh-huh. A végrehajtási lap is, annak is van egy kibocsátási díja, amit a hitelező előlegez, de az adósnak előbb-utóbb meg kell fizetnie, mert a tartozásához hozzá fog tevődni. És abban a nem várt esetben, hogy tudjuk, hogyha valaki úgy távozik az élők sorából, hogy elhunyt, de van tartozása, az akkor viszont megy tovább a... Ugye, így van, hagyaték alapján. És ez hagyatéki hitelnek minősül, és ez alól ugyanúgy az örökösök sem mentesülnek, hanem... Hát abban az esetben, ha visszautasítják. Így van. Ha visszautasítják, akkor viszont ugye minden, tehát az, a hagyaték a pozitív oldalát és a negatív oldalát is vissza kell utasítania. Így mentesül az alól. Milyen hosszú szokott lenni általában egy ilyen végrehajtási processzus? Most itt ne az extrém eseteket. Gyakorlatban, igen, pont ezt akartam kérdezni. Mondjuk, hogy... Hát egy fél év. Uh-huh. Minimum egy fél év. Uh-huh. Minimum. De akkor lehet hosszabb is. Persze, lehet hosszabb egyébként, hogyha ingatlanról van szó, és manapság az a legelterjedtebb, meg erről beszélnek a legtöbben. Ha ingatlanról van szó, akkor a bírósághoz lehet fordulni, ha nem is kifogást terjesztünk elő, mert általában az a gyakorlat, hogy azért a végrehajtó ő törvényesen jár el, azt már hagyjuk, hogy milyen úton, módon, de tételezzük fel, hogy törvényesen jár el, kifogás nem lehet, utána még mindig lehet bírósághoz fordulni, hogy szüneteltesse a végrehajtást, akkor általában fél évig a bíróság megállítja úgymond a végrehajtás, fél év után pedig újra kezdődik, ha nincs erre vonatkozó kérelem. Ez egy nem peres eljárásban. Jó, hát köszönjük szépen, és bár a végrehajtásról volt szó korábban, de nagyon örülök, hogy dr. Koncz Nikolett jogásszal és dr. Kis Tamás ügyvéd kollégámmal meg tudtuk beszélni ennek a nagyon is hétköznapi és emberközeli részét. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.